bölcsesség kezdete az Istennek a félelme. A tudást azt meg tudjuk szerezni, azt meg tudjuk tanulni, a bölcsesség viszont Isten ajándéka. A hagyományokhoz híven ökumenikus Isten tisztelettel kezdődött meg a tanév a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében. Az évnyitónak a Beregszászi Szentkereszt felmagasztalása római katolikus templom adott otthont, ahol a történelmi egyháza képviselői mellett a főiskola vezetése köszöntötte megjelenteket. Az idén 10 éves intézményben 61 fiatal nyert felvételt. 10 lezárt tanévünk van, 585 végzős diákunk kapott már szakképesítést, illetve oklevelet, 396 diák pedig a főiskolán tanul még, vagy ott folytatta tanulmányait. Úgy gondolom, hogy ezek, ahogy mondtam a beszédemben is, azok a számok, amelyekre nagyon büszke vagyok, és hogy a 61 elsős, akik elkezdték idén is az oktatást, nagyon büszke vagyok rájuk, mert annak idején, amikor kezdtük ezt az intézményt, bizonytalanul és rengeteg ellenkampány ellenére, és voltak diákok, akik jöttek hozzánk, voltak szülők, akik bíztak bennünk, megbíztak bennünk, és ránk bízták a gyerekeiket, és elvégezték, befejezték ezt az intézményt, megkapták a megfelelő képesítésüket, és nagyon sokan tovább viszik ezt a szakmát, dolgoznak ebbe a szakmába, vagy ha nem ugyanabban a szakmában, amit nálunk tanultak, akkor mindenképp megállják a helyüket ott, ahol vannak, és mi is nagyon büszkék vagyunk rájuk, és azt tapasztalom, hogy ők is nagyon büszkék, hogy nálunk végezhették el az első igazi tanulmányaikat. A számok jól mutatják azt, hogy a szakképzési intézet beindítása minden várakozást teljesített, és hozzájárul ahhoz, hogy ütőképes szakmákat adjunk a fiatalok kezébe, emelte ki Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke. Én azt gondolom, hogy ez egy sikeres projekt volt, hiszen a 10 év alatt nagyon sok diák kapott szakmát és olyan tudást, amivel folytathatja tanulmányait a főiskolán vagy bármelyik egyetemen, és nagyon sokan minket választottak, ami szerintem egyrészt örömteli, hisz bíznak mennünk továbbra is, másrészt pedig már közülük kikerültek olyanok is, akik azóta doktori iskolában vannak, tanulnak, és visszatértek a főiskolára tanítani. Hozzájárul ahhoz, hogy ez a közösség reprodukálja az értelmiségét. Beregszász számára kiemelten fontos, hogy a régió központi szerepét megőrizze, aminek része az oktatási intézmények megléte és megerősödése. A szakiskola pedig hozzájárul ahhoz, hogy el legyünk látva olyan szakemberekkel, akikre jelenleg is szükség van. Emelte ki Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere. Beregszász úgy alakult történelmileg, hogy a kárpátaljai és az ukrán magyarság kulturális és oktatási fővárosa, és ezzel az intézménnyel meg tudott erősödni az a szakközépiskolai rendszer is, ami korábban csak az ország által támogatott, ország által felépített program szerint működő intézményekre volt érvényes. Én meg vagyok győződve, hogy az a úgymond kettes iskola, vagy orosz iskola, hogy hívjuk ezt az Oroszlán utcán, ez tulajdonképpen szinte halálra volt ítélve, és az a tény, hogy a porajéból épült újra, és magyar kormánynak köszönhetően kiváló oktatás intézményként szociális munkásokat is készít, könyvelőket is készít elő az életre, illetve a szakmai kihívások elé. A magyar tannyelvű szakképzés fontosságát emelte ki Sín József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke is. Továbbá hangsúlyozta, hogy a szakképzési intézet olyan űrt töltött ki, amire nem csak a beregvidéki, de az egész kárpátaljai magyar oktatási rendszerben is szükség volt és lesz is. Rendkívül fontos a jó szakemberek megléte. Mi is szenvedünk attól, hogy a háztartásba, az intézetekbe nincsenek, nem tudunk kellő képzett szakembereket találni. És hát egy biztos megélhetési forrás a fiataloknak. Itt remélem, hogy a fiatalok tudják azt, hogy mit választottak, és a képzést pedig jó eredménnyel fogják végezni, hisz ma azért azt is tudomásul kell venni, hogy a szakmát művelni jó kell, mert csak így van tehát a munkájukra, a szakmabeliségükre csak így van szükség. Nagy reményeket fűznek a
duális képzésre a szakemberek, tehát ennek is vannak problémás oldalai, de ugyanakkor láthatjuk azt, és ezt éppen a múlt héten láttam egy híreket, ahol Szijjártó Péter nyilatkozta, hogy a technológiának és az oktatásnak egy kézben kell járni. Csak így lehet igazán eredményes, és igazából így sajátítható el a szakma olyan szinten, hogy bárhol a nagyvilágban, de hát leginkább mi azt szeretnénk persze, hogy a szülőföldökön ezek a fiatalok megállnák a helyüket. Alma Máterem, jó hírét megőrzöm! Alma Máterem! Mint hallhattuk, a Rákóczi Szakképzési Intézet az országos követelményeknek teljes mértékben megfelelnek, az intézmény vezetői pedig reményüket fejezték ki, hogy a tanév során minden rendben fog zajlani, és végig jelenléti oktatásban tanulhatnak versenyképes szakmákat a fiatalok.